Február 25-én emlékezünk a kommunizmusnak az áldozataira. Miért fontos ez az emléknap? Mi ennek a jelentősége, az üzenete? Ez az emléknap február 25-e. És ugye ezt az első megközelítésben úgy nevezték meg, hogy Kovács Béla kisgazdapárt főtitkárának elhurcolása. Na, ezt az emléknapot Wittner Mária hozta be, hogy legyen emléknapok sorába. Ez azért fontos, mert ez felöleli a kommunizmus egy nagy korszakát, amit sokan át kellett, hogy éljünk. De sajnos nem tudták sokan ezt átélni, és éppen ezért áldozatokról van szó. Ez az emléknap, vagy ez a megfogalmazás, hogy a kommunizmus áldozatainak az egy hosszú korszak. Ugye a Szovjetunióból indult el a kommunizmus, illetve még Oroszország volt, és aztán tartott Ázsia szerte, Európa szerte, hazánkban is egy nagyon jó hosszú korszakot. Egy-két dolgot, hogy milyen időszakok tartoznak ebbe bele. 1919-el kezdődött tulajdonképpen Magyarországon ez az üldözés, és ez az áldozat, majd fogunk itt bővebben látni a dokumentum kiállítás kapcsán. Aztán ugye következett a II. Világháború, amikor már a hadifoglyok, a Málenki robot, a gulág, ezek most egy kicsit furcsa kifejezések, a glavnoje, a gulág az egy olyan megfogalmazás, amit magyarul úgy fordítunk le, hogy a kommunista diktatúra kényszermunkásai és politikai raboknak az időszaka, amit a Szovjetunióba töltöttek le. Aztán ugye magyar vonatkozás, ez ott történt, de ugye magyar emberekkel. Aztán ugye Magyarországon jött a kulágüldözés, jött az egyházüldözés, jött a kitelepítés, a németek kitelepítése, a magyarok kitelepítése, a szlovákok szlovák nyelvűek, magyar nyelvűek cseréje megtörtént. Aztán következett, érem szépen, a Recski kényszermunkatábor, ami a Szovjetunió mintájára Magyarországon is megtörtént. Ez egy titkos kényszermunkatábor volt. Sokáig nem lehetett róla tudni, csak akkor, amikor valakinek sikerült onnan megszökni, és aztán sikerült megtudni. Ez 1956-ig terjedő időszak. Beszélhetünk még részleteiben többet is erről, de majd később lesz erről szó, amikor még az 50-es években olyan nehéz helyzetek alakultak ki itt Fejér megyében is, egy Császár István nevet említenék, amiről majd később úgyis fogok szót ejteni. Nos, tehát elérkezett egy olyan időszak, amikor azt mondtuk, hogy Magyarország egy világrengető forradalmat csinált, ugyanis ebben a II. Világháború utáni szovjet győzelem után senki nem mert közelünkbe beleszólni ebbe a nagy ellenállásba. Egyedül a magyarok. És ezt megtették az 1956-os forradalom és szabadságharc kapcsán. Persze ugye a túlerő november 4-én vérbe folytotta ezt a forradalom és szabadságot, és akkor utána jött a megtorlás. Ennek is voltak nagyon sok áldozatai, nem csak a forradalom és szabadságharc alatt a szovjet sortüzek, stb. Ellenállás kapcsán, hanem az azt követő elítélések. Több száz embert ítéltek el. Tudjuk nagyon jól, hogy a 301-es újkosztatmetők 301-es parcájában egy kopjafa erdő van azoknak a síremlékéhez kapcsolódóan, akik a forradalom előtt, mert ugye előtte is voltak kivégzések, nagyon sok, az a 298-as parcellában van, de a 301-es parcellában a forradalommal kapcsolatos kivégzetteknek a kopjafái vannak elültetve. Tehát ez egy ilyen hosszú folyamat. És ennek természetesen most mi csak a magyarországi részét ismerjük meg, részleteiben, csak kis részleteiben, mert erről nagyon sokat lehetne tájékoztatni bárkit is, könyvek jelentek meg, én magam is foglalkozom ennek a dolognak a felkutatásában, mint kutató, de ugyanakkor a körülöttünk lévő kelet-európai, közép-európai államok is ugyanebben a cipőben jártak. Most nem sorolnám föl, hogy kik tartoznak ebben, nagyon jól tudjuk, hogy kik voltunk, kik voltak, akkor a úgymond idézőjelben tett béketáborba tartozó országok. Ahogy azt említette, ugye 1919-től már kezdődik, gyakorlatilag beszélhetünk erről az esemény sorozatról, és ezt jól szemlélteti az ön mögött látható tabló is. Milyen részleteket tudna elmondani ezzel kapcsolatban? Kérem szépen, 1919
győzött a Tanácsköztársaság március 21-én, és a hatalom nevében elindult egyfajta nagyon komoly emberirtás. Ez az emberirtás a népbiztosok kategóriába tartozó vezetőkkel valósult meg. Szamueli Tibor volt ennek az egész népírtási, hát nem egészen nép, de írtási folyamatnak a vezetője. És ő a mögötte lévő mögötte lévő fegyveres erőkkel vitte véghez ezeket a kivégzéseket. Na most, hogyan csinálták ezt a dolgot? Két dolog, én ugyan az egyik mellett tartok ki, páncélautóval vagy páncél vonattal járták be az ország különböző részeit. Hát, hogy most melyik másik képekben páncélvonat, páncélautó, és nem ez a lényeg, hanem az, hogy elmentek a Szamueli Tibor vezetésével egy-egy településre, és ott a helyi kommunisták információi alapján előszedték azokat az embereket, akik őnekik útjukba volt. Hogyan csinálták ezt? Minden zokszó nélkül, minden teketória nélkül, minden előzetes ismeretség, vagy vád, vagy valami alapján, de aztán később majd kiderül, hogy miért, szépen agyonlőtték. Vagy fölakasztották. Na most ez a fölakasztás egy kicsit hosszabb folyam, mert az agyonlövés az pillanatok alatt megtörténik, de a felakasztásra nem volt nekik elég helyük, és azt csinálták, hogy a városba vagy a faluba megnézték azt a nagyon nagy fát, ahova föl lehetett kötni. Felkoncolták oda, és szegény ott fejezte be az életét. Aztán mentek tovább, és így tovább. Most két példát mondanék, hogy hogyan és miként folyt ez egy bizonyos településeken. Dr. Vári Albert, koronaügyész helyettes, dolgozta föl ezt az egész kivégzési folyamatot. Most ebből itt van két táblázat, amit kimásoltam ebből, és azt mondja az egyik, hogy az előbb említettem, hogy Szamueli Tibor. És akkor a táblázat meg a komoly adatok különféle információkat tartoz. Ez például azt mutatja, hogy egyes településeken, pontosabban a tagjainak, a kormányzó tanács tagjainak, illetve népbiztosainak a névsora. Hát ugye egyben van, már harmadszor mondom, a Szamueli Tibort sok-sok-sok felsorolva, azzal, hogy mi volt az ő diktatúra alatti beosztása, mi volt az alapvető eredeti foglalkozása, mi volt a vallása, hol született, hány éves volt, és mi lett a vége. Hát itt most nem olvasnék fel többet, de hát ebből több oldal van, akiket felsorolnak, akik ebben a kivégzési folyamatban részt vettek. Azt jól látom egyébként, hogy akkor a 4,5 hónapos rémulalom alatt 590 ember gyilkoltak le. 590 ember került erre a sorsra, amit itt végrehajtottak. A legnagyobb létszámú kivégzés egy helyen a Dunapatajon volt, 63 szemét, hogy most ez még nap alatt történt, azt nem tudom pontosítani, de 63 szemét gyilkoltak le ott. Erre vonatkozóan a Dunapatai temetőben egy emlékhely is van kialakítva, én magam is jártam ott. Tehát summa summarum 590 ember lelte halálát. Ez alatt a 133 nap alatt, aminek alapvetően a hatalom azonnali megnyilvánulása és féljetek tőlük. Hát ez a kommunizmus, amit meghirdettek valamikor egészen máshogyan. Tehát most nem mennék tovább a részletekbe, de akárhány ilyen kommunista esemény van, mindenütt a bajok, a kínzások, a megpróbáltatások, a kivégzések, stb. Sora jön elő. Kérem szépen, Lovas Márton kommunistaként jutott el az szovjet Oroszországba, még a 30-as évek elején, sőt még korábban. Részt vett a kommunista párt második kongresszusán, ahol Nagy Imre is ott volt, hivatkozik rá, hogy ez a kongresszus Moszkvától 30 kilométerre egy egészen furcsa nevű helyen volt, ő is ott volt Nagy Imrevel együtt. Ez hagyján. Azt tudnivaló, hogy a 19-es terror után ugye őnekik, mármint a kommunistáknak menekülni kellett. Menekültek is.
Hát a nagyobb része az kis kanyarral, Ausztria vonalába húzódott el, aztán azt hiszem, hogy Szlovákián keresztül mégis eljutottak Szovjet-Oroszországba, és Lovas Márton is ott volt. Na most nem mindenkinek sikerült átjutni, hogy mondjam, könnyű módon az osztrák határa, és a Samueli Tibor fönnakadt a rostán, mondjam így vulgáris kifejezéssel, és ott elfogtak, és megtaláltak nála nagy mennyiségű pénzt, meg ékszert, meg hamis igazolványokat, és abban a pillanatban, amikor látta, hogy ő neki ez nem egészen jól fog végzni, elővette a pisztolyát, és mákason lőtte magát. Ő volt az egyedüli ebből a társaságból, akik véghez vitték ezt a kivégzési sorozatot, aki öngyilkos lett. Na, visszatérve Lovas Mártonra. Ahogy előbb említettem, hogy ő kommunistaként jutott el oda, de a második kongresszus után ő látta azt a helyzetet, hogy ez nem egészen az, amiért ő oda ment, és az eszme nem egészen úgy alakul. És ott voltak többen kommunisták, két-három nevet említenék, az egyik a Kumbéla. A Kumbéla azt mondta neki, hogy fonja meg a kötelet Szerényi Sándornak, igen, ha jól tudom, Szerényi Sándornak és Barna Józsefnek, mert akkor nem teszi őt, hogy mondjam, bilincs alá, nem jelenti föl. Hát erre a Lovas Márton nem volt hajlandó, hogy a Szerényi Sándort kompromittálja, valljon rá valami olyasmit, amiért le lehet fogni. Ugyanúgy a Barna Józsefre sem mondott semmit, erre föl a Kumbéla azt tette velük, hogy őt is, a Szerényi Sándort is följelentette ott a kommunista pártnál, és betették a gulág rabszolgatáborba. Így mondhatnám, úgymond tulajdonképpen politikai rabok és kényszermunkások tábora ez. Tehát berakták őt is oda. Na most a Lovas Márton, hát ugye akkor még ez 45 előtt volt bőven, 30-as évek elején, és akkor még nem osztottak nagy mennyiségű éveket. Ő megúszta 4 évvel. De a Szerényi Sándor többet, összesen 14 évet kellett, hogy lehúzzon, majd erre is később visszatérünk. Tulajdonképpen megúszta, de nagyon nehéz körülmények közé került. Az első összegyűjtés, hogy így mondjam, az még a háború vége felé, 44 októberében, novemberében kezdődött. Utána a hadifoglyokat fogták el, és vitték ki, és később még a Málenki robotot. No, hogy kik kerültek ide? Írja Alekszandr Szolzsenyicin a Gulág szigetcsoport című művében, könyvében. Egy-két dolgot azért, hogy pontosság kedvéért ne mondjak olyat, amit nem ő mondott. Előzőleg annyit, hogy például egy politikai rabot és kényszermunkást büntetésre szántak azért, mert nem tudta a normát teljesíteni. És ez a büntetés az volt, hogy betették egy olyan szűk helyre, ahol se letérdelni, se támaszkodni, semmit nem tudott, csak nekidőlt a falnak, még a fejét se tudta mozdítani, és csöpögtettek a fejére vizet. De hogy miért vittek el például oda, Szolzsenyicin leírja, rádióhallgatás ez a címe. Egy vízvezeték szerelő mindig elzárta szobájában a vezetékes rádiót, valahányszor a Sztálinhoz szóló levelek végtelen sorát kezdték beolvasni. Szomszédja feljelentette, 8 évet kapott, mint társadalmilag veszélyes elem. Magyarországon is volt ilyen, ott nem tudtak 8 évet kiszabni, de elvitték a magyar embert, mert hallgatta a Szabad Európa rádiót. Minden a Szovjetunióban. Éhes kislány a másik. Egy éhes kislány, név szerint Lida, 14 éves, mondja itt, hogy hol lakik, az út porából fölmerte a teherautóról lecsorgó gabonát, amit már nem tudtak volna egyébként sem felhasználni. Neki csak 3 évet adtak. Figyelembe vették, mint enyhítő körülményt, hogy nem a mezőn, vagy a magtárban rezsmálta a szocialista tulajdont. Egy kislány, 14 éves és 3 év. Egy szörnyű adat. Nem sokat fogok mondani, mert az egész nagyon nagy szörnyűségről. A Balti tenger
amiből egy csatornát építettek Sztálin hatást, Sztálin ukázára, 20 hónap alatt készüljen el, mondta Sztálin. 225 kilométer hosszú volt ez a szintkülönbség pedig 70 méter, és 19 zsilip. 250 000 hulladék emberanyag pusztult el, tehát az 250 000 ember, majd csak nem annyi, mint a 225 kilométer. Csupán 12 500 aktív, öntudatos építő szabadult meg a büntetés elengedésétől. Iván Gyenyiszovics egy napja, ez leírja, hogy egy ilyen politikai rabnak milyen volt a napja. Na most ebből én egyet mondanék el, a kivonulás. Az azt jelenti, hogy hajnalban fölébresztették, föl kellett nekik kelni 5 órakor, akkor ott előkészület, beosztották, hogy melyik brigád hová megy, és akkor indulás kifelé. A kísérő őrség parancsnoka elmondja a régen megunt mindennapi fegyenc imádságot. Ez azt jelentette, hogy foglyok figyelem, menet közben betartani a legszigorúbb rendet, tilos széthúzni a sorokat, előre szaladni, egyik ötös sorból a másikba átmenni, beszélgetni, tilos félre nézegetni, a kezet hátra kulcsolni, egy lépés sorból vagy jobbra vagy balra szökésnek számít. Az őrség figyelmeztetés nélkül tüzet nyílt. Első sor indulj. Ennek a valódiságáról meggyőződtem, amikor a Rácz Dezső bácsival beszélgettem, mint túlélő. Kérdeztem mindenkitől, mert mindenki tudta, hogy oroszul hogy mondják ezt, hogy ezt, amit imád elmondtam, hogy volt-e ilyen eset? Azt mondja, igen. Én is abban a kivonultató, kihajtó sorban voltam, ötösével voltak egy sorban, és azt mondja, gyorsan kellett vécéznem. Kiugrottam a sorból, és azonnal ott volt a kutya mögöttem, és elkapta a nyakamat hátul. Azt mondja, meg lehet nézni, megnéztem. Ugyanis elölment egy őr, meg hátul egy őr, és két oldalt pedig a kutyák. Ha kilépett valaki a sorból, akkor ez a sors várta rá. Ez egy ilyen rövid környezet, csak a kivonulásról. Baratlai Pali bácsi, ő fehérvári ember volt. Itt van neki a kiszabaduló levele, amikor 53. november 21-én megkapta, hogy Magyarországra érkezett. Ezután aztán lehetett minden más hivatalos dolgokat nézni. Na, és a Pali bácsi együtt raboskodott Kneifel Imre bácsival. Ismerjük ezt a nevet, ugye, Székesfehérváron és környékén. De amit elmondanék a Pali bácsiról, pontosabban nem is őről, hanem az unokájáról. Egyszer beállította az irodába ide egy fiatal ember, nem valami komoly, hogy szép tekintetű volt, de azt mondja, hogy szeretnék valamit tudni a gulágról. Mondom neki, és mit tudsz? Amit a nagyapám 10 éves koromban elmondott nekem. Mondom, és ki volt a nagyapád? Azt mondja, hogy a 835-ös, ez egy rabszám volt. Hát mondom, a Paradlai Pali bácsi? Igen. Hát akkor te az unokája vagy? Jó. Fölkészítettem a Gábort, Vas Gábornak nevezik, ő a Pécsi Egyetemre járt akkor, és választotta a diploma munkaként a gulágról, mert ugye a nagyapja őt fölkészítette. Kérdezem neki, hogy és mit szeretnél még tudni? Hát még valami, mint a dokumentumokról, könyvekről. Mondom, ide figyelj, én javasolok neked valamit. Elmegyünk a Kneifel Imre bácsihoz. Mert hát az barátja volt a még kiszabadulása után is a nagyapádnak. Kiderült, hogy az Imre bácsi meghalt. Kérdezem a családját, éppen akkor kórházban volt az Imre bácsi felesége, hogy hát hogy tudnék én ehhez a dologhoz. Ó, jöjjön el az Imre bácsi az anyukánkhoz, az mindent elmond. Mindent tud, amit a Kneifel Imre bácsi. Jó. Bementünk a Vas Gáborral, Erzséka nénihez. Csöngetünk, kinyitja az ajtót. Hát te meg olyan vagy, mint a nagyapád. Majdnem másfél órát beszélgettünk, mindent ugyanúgy elmondott, amit a Baradlai Pali bácsi leírt, sok minden. És akkor a Gábor elkészítette a dokumentumot a diplomához, keresem a Gábort, már régen nem találom telefonon, stb. Egyszer, Jani bácsi,
Ha éppen most jöttem ki, megvédtem a diplomámat. Mondom, és hogyan sikerült? Azt mondja, prima. Ugye leszármazottak. Még vannak egy néhányan. És akkor még egy-két dolgot talán az életről, mert az is egy fontos dolog. Kolima. Itt van a Várlám Szalama, ő 16 évet töltött rabságba. Ugyanis ez a Kolima a Sarkörön túl olyan hely volt, ahol szenet, aranyat, nikkelt, nem tudom én milyen ásványkincseket, és több tábor volt, több tízezer rab volt ott, és onnan senki nem jöhetett vissza. Akinek esetleg lejártott egy korábbi, mit tudom én, 4 vagy 5 éves büntetése, azt se engedték ki. Ott kellett maradni polgári alkalmazottként és csináltatni velük azt, amit. Na most a Kolimáról írt ez a Várlám Szalamov, hát egyébként volt neki magyar rabtársait, azt most nem hozom szóba, és ő adataiból megint egy-két dolgot hadd említsek meg, mert fontos megismerni ezt a dolgot. Az elítéltek száma, mert ugye ő korábbi büntetését kezdte el egész korán, még 29-ben. Így lett aztán belőle 16 év. Azt mondja, hogy az elítéltek száma a Szovjetunióban 1926 és 38 között. Az 58-as paragrafus, hát ezt az ítéleti paragrafust írták mindenkire rá, nem részletezem. Most írja évenként, nem sorolom fel, hogy mikor mennyi, összesen 13.630.000 fő, de még csak 1938-ban. Tehát ez utána ugye jött a második világháború, aztán mindenkit begyűjtöttek a környező nemzetekből. Akik valamiféleképpen fogva voltunk. Ott olyan őrzési fejedelem volt, de éjjel-nappal, hogy ha megcsörrent a zár, az ajtó, akkor abban a pillanatban, akármiről volt ott egymás között szó, vagy akár aludt, akármiről, abban a pillanatban föl kellett ugrani, és kinyílt az ajtó, addigra már ott kellett állni glédába, sorba. Na most egy ilyen megcsörren a zár, nem olvasom föl. Ez nem múlik el hosszú évek során sem. Hosszú évek során sem. Az én esetemben, én ugyan nem sokat voltam olyan környezetben, nehéz környezetben voltam, de nem sokáig voltam abban a környezetben, ahol bántottak bennünket fizikailag. És hogy akkor, mikor már a bántalmazások enyhültek, akkor egy másik környezetben, a börtön környezetben kerültem, és ott is, abban a pillanatban, ha megcsörrent az ár, felugrott az ember. De még utána, mikor kiszabadultam, évek múltán is arra ébredtem föl, hogy megcsörren az ár. Most aki hosszú éveket kellett, hogy rabságba eltöltsön, annak gyakorta voltak ilyen. A interjú alanyaim, akik túlélték ezt a dolgot, azt mondja, Jenő, sok mindenre fölébredek. A kihajtásra, a munkára, amit ott végeztettek velünk, az akármi, ami rossz volt, jót nem tudott elmondani, mert nem történt. Rózsás János bátyám, jól ismertem, sajnos már nem ér. Keserű ifjúság 2 kötetében leírt mindent a szabadulás után, az 53-ban volt, a 60-as években német nyelven. Stikába, titokba. És eljuttatta Németországba, és ott nyomták ki, németül. Mert ugye mikor átengedték a magyar határ, azt mondták neki, hogy erről tilos beszélni, ami megtörtént, mert ez egy tévedés volt, és aki erről bármit is mond, azt visszaviszik oda, ahol volt. Hát mindenki nagyon félt, és a János bácsi, János, mi így ismertünk, mert raptársam, bajtársam volt, ő leírta ezt ebben. Amit mondanék, az ő könyve alapján, mert ugye készített egy gulág lexikont, ahol 4700 rabnak az adatai benne vannak, hogy milyen ítélések volt, stb. Nem részletezem. De ő a kutatásai alapján el tudta mondani, hogy a Szovjetunióban húzott magyarok létszáma hogyan alakul. Hadifogoly, Málenki robot elítélt. Mondjuk ez a sorrend, hogy elítélt,
fogolj már neki, nem ez a lényeg. Útközben meghalt. Összesen 135. Halálra ítélt, kivégzett. Mert ugye az ítélés a szovjet bíróság által halálbüntetés is volt. Aki esetleg megmenekült, majd erről később. Tehát halálra ítélt, kivégzett 12 ezer. Munkatáborba került 720 ezer. Tehát összesen a Szovjetunióban elhurcoltak létszámban 870 ezer. Ami olyan jól megközelítő adatszám. Mert a kutatásai alapján, meg ugye aztán a szovjet, hogy mondjam, kutatókat is bevont erre, mert ugye persze, hogy tudott oroszul, és rabtársa volt a Szolzsenyicinnek, úgy is volt a Szolzsenyicin, ő írta a Keserű ifjúság, meg a könyvének a bevezetőjét, ő méltatta, együtt raboskodtak. Munkatáborban meghalt 198-al. Hazatért Magyarországra 522, ez már vegyes, ugye? És a lágerben összesen 720 ezer. Tehát ezek a számok alakultak ki, és ez a legjobban megközelített számösszeg. Hozzá kell tennem, hogy van egy külön kiállítás, ami csak a gulágról szól. Ez annyira bővebb, és az egy másik alkalom lesz majd. Ezt az első tablót tudnám bemutatni most a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából, és még további 6 is lesz.